A levéltár számtalan személyes hagyatékot őriz, amik nagyban hozzájárulnak a város és térség történetének mélyebb megismeréséhez. Ezeket idén Bővülő Történelem című kiállításokon mutatták be. A tárlat része volt Enyedi G. Sándor egykori kommunista városi vezető hagyatéka, amit Németh Csaba mutat be. Enyedi G. Sándor több szállal kötődik városunkhoz, és azt is mondhatnánk, hogy Gyula viszonylag sok mindent köszönhet a működésének. Itt a tálóba külön vettük az 1956-tal kapcsolatos anyagait, többféle naplójegyzet is maradt utána ebből az időszakból, egy egész részletes naplót is vezetett, illetve amik itt ki vannak állítva, azok csak ilyen pár soros összefoglalók, illetve egy visszatekintés az év végéről. Ezt színesítettük néhány 56-os fényképpel. Tulajdonképpen sokkal több nincs is, sajnos erről az időszakról meglehetősen kevés fényképfelvétellel rendelkezünk. Érdekes módon a múzeum anyagában majdhogy nem ugyanezek vannak egy-két kivételtől eltekintve, tehát ott még esetleg egy-két másik kép is lehetne. Itt, ami a levéltárban volt, azt gyakorlatilag mindet kitettük. Itt a szovjet emlékmű látszik a vörös csillag leverése után magyar zászlóval, illetve gyulaváriak fölvonulása Gyulára, egy röplap osztása a nyomda előtt, illetve a templom előtti képeket örökítettek meg. Ezek november első napjaiba készült felvételek. Igen, és azt tudjuk ugye, hogy Enyedi G. Sándor már 56-ban városi tanácselnök volt, és ő hogy viszonyult az eseményekhez, tehát mi derül ki ezekből a forrásokból? Elég érdekesen alakul a pályafutása, hisz gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy utcaseprő fia kerül a város élére. Ő alapvetően kulturális vonalon tevékenykedik. Fiatalabb korában a parasztpártba lépett be, aztán a népi kollégiumok országos szövetségénél dolgozott, illetve Gyulán a Pálfi kollégium, Dózsa György kollégiumnak volt az igazgatója. Erre a munkásságára figyeltek föl, és megválasztották már 54-ben tanácselnök helyettesként, gyakorlatilag a kulturális ügyek vitelével foglalkozott, és már a következő évben, hát ugye ez már az enyhülés ideje, a Nagy Imre féle időszak, amikor végül is a tanács élére kerül. Most pont a forradalom idején, érdekes módon az első napokban, az első héten nem tartózkodik itthon, mert éppen egy szanatóriumi kezelésen vesz részt. Tehát ő már gyakorlatilag belecsöppen az események közepébe, amikor hazaérkezik, és hát akkor próbál tájékozódni. És hát a napló jegyzeteiből azért kitűnik, hogy alapvetően egyetért azzal, hogy a régi rendszert meg kellene reformálni. Azonban azért mégiscsak a pártnak a tagja, tehát nem exponálja magát a forradalom mellett, így amikor bekövetkezik a visszarendeződés, akkor tulajdonképpen eléri azt, hogy megmaradjon tanácselnöknek, és nagy érdeme van abban, hogy békésen zajlott le ez az átmenet. Tudjuk ugyan, hogy gyulaiakat ugye Mány Erzsébetet farkasmiált kivégezték, de őket nem a gyulai tevékenység, hanem a gyulavári, ami akkor még különálló település volt tevékenységük miatt, tehát itt Gyulán nem voltak kivégzések. És különösen, bár ezt talán tényenekben nem biztos, hogy egyértelműen bizonyítható, de a
legendák vagy a mendemondák szerint Simonyi Imre megmenekülését nem kis részben Enedi G. Sándor közbejárásának köszönhette. Tehát ő azért azon munkálkodott, hogy minél simább legyen ez a visszarendeződés. És később élet során lehet tudni, hogy nem visszaemlékezett valahogy a forradalomra, vagy ahogy a korban szokás volt, így nem beszélt róla, vagy... Hát mivel ő még a rendszerváltás előtt néhány évvel elhalálozott, így különösebben nem emlegette tudomásom szerint ezt a korszakot, vagy ilyen későbbi visszaemlékezéséről én legalábbis nem tudok. És ugye a 56 utáni években ő fontos városépítő szerepet töltött be, itt is látható a Várfürdő, még köthetőek a nevéhez. Igen, tehát gyakorlatilag ez a szocialista időszak általában az iparfejlesztéssel azonosítható Magyarországon. Most mondhatjuk azt, hogy szerencsére Gyula ebből kimaradt, és ez nem kis részben Enyedi G. Sándoron múlott. Ő ugyanis felismerte, hogy a város adottságai nem teszik lehetővé különösebb iparfejlesztését, hanem megpróbálta megtalálni azokat a kitörési pontokat, amelyekre viszont lehetett alapozni. És ez alapvetően a kultúra, a turizmus támogatását jelentette. Így az ő tanácselnöki működése alatt jön létre talán a legnagyobb beruházásként a Várfürdő, amiről már korábban volt szó egy hasonló műsorban. Úgyhogy erre részletesebben most nem térnék ki. Emellett olyan jelentős beruházások, mint a vár felújítása, a vár múzeum kialakítása. Ugyancsak múzeumi téren az Erkel emlékház megnyitása, a Kuhán festőművész gyűjteményének az átvétele a város részére, a Várszínház beindulása. Egyáltalán ez a szlogen, hogy Gyulai nyár, ez is az ő működéséhez köthető, az első ilyen nyári programok megalkotása. Ma már kicsit talán furcsának hangzik ez az Esperanto nyári egyetem, aminek talán a jelentősége az volt, hogy ugye a szocialista időszakban nem nagyon lehetett utazni, külfölddel kapcsolatot tartani, és ez volt az első olyan nemzetközi tanácskozás, amit ide Gyulára tudtak meg összehívni ezen viszonyok között is, és hát az Esperanto, mint egy ilyen mesterséges nemzetközi nyelv, lehetőséget teremtett arra, hogy akár nyugati országokkal is levelezzenek, vagy kapcsolatot tartsanak a gyulaiak. De ugyanígy számos egyéb kulturális program, mint például a Dél-alföldi tállat, ami hosszú időn keresztül a Gyulai várba kerül megrendezésre, csak később került, tehát aztán a Csabai Munkácsi Múzeumban, a Székely Aladár fotókör felkarolása, ifjúsági találkozók szervezése, az edő megszervezése, tehát mind-mind, amik a mi fiatalságunkat is még jellemezték, és hát némelyik még ma is megvan, ezek mind az ő tevékenységéhez, az ő nevéhez köthető események, mozgalmak, intézmények. Tehát az, hogy Gyula úgy néz ki, ahogy kinéz jelenleg is, kulturális téren, az nem kis részben az ő érdeme.